Merénylettel próbálta megszakítani az afgán elnöki eskületételét az iszlám állam terrorszervezet. Ashraf Ghani, aki második ciklusát kezdené meg államfőként, épp beszédet tartott az elnöki palotában, amikor azt rakétákkal vették célba. A lövedékek, amelyeket egy autóból indítottak, a palota közelében landoltak. Egy szemtanú így számolt be az esetről. Láttuk, hogy ég az autó, és megpróbáltunk közelebb kerülni, hogy lássuk, mi történik. Hirtelen felrobbant valami, aztán még öt robbanást hallottunk. A robbanások alatt Ghani nem hagyta el a helyét és leszögezte, ha kell, feláldozza magát. Kihívója Abdullah Abdullah, aki már korábban jelezte, hogy nem fogadja el az elnökválasztás eredményét, szintén letette a hivatali esküt, Ghanival egy időben, az elnöki palota melletti kormányzati épületben.